Stúdióbeszélgetéssel folytatjuk az apáti hírmondót. Itt ül a stúdióban Pócs János, a település polgármestere, országgyűlési képviselő. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Első kérdésem, mint országgyűlési képviselő, intézem önhöz, földtörvény. Az elmúlt időszakban sokat beszélgettünk róla. Gyakorlatilag már hónapok óta folyik egy egyeztetés a földtörvénnyel kapcsolatban, és a kormánypárt politikusai számos vidéki települést és önkormányzatot, civil szervezeteket meglátogattak, csak azért, hogy lássák, hogy milyen visszajelzések érkeztek. Kezdjük a földtörvény elejénél, miért volt szükség arra, hogy az agrárium ekkora változáson essen keresztül? Egy kicsit, ha módosíthatok, nem hónapok óta, 2011 év óta folyik a földtörvénnyel kapcsolatos törvényelőkészítés, hiszen 2011-ben járt volna eredetileg a földmoratórium. A kormány meghosszabbította 2014-ig, hogy megfelelő módon évek hosszú sor alatt, és sok-sok egyeztetés, több mint 200 egyeztetés különböző szakmai szervezetekkel történt, mire megszületett ez a verzió. Meggyőződésem szerint Európában a legnagyszerűbb földtörvény. Azért, mert 2014-ben bekövetkezik a földmoratórium, és ezzel szemben kiválóan védi a magyar mezőgazdaságnak az érdekeit. Sikerült megtalálni azt az összhangot a földtörvényben, ami segíti, hogy a kicsikből, az őstermelőkből, a családi gazdálkodókból nagy mezőgazdasági vállalkozók legyenek, és életben hagyja, működőképesen életben hagyja a nagyüzemeket, a nagyvállalkozókat. Ezt Európában még senki nem tudta megcsinálni. Ugye tudjuk, hogy az előző kormányok is próbálkoztak, különböző megjelenés nélkül voltak ki a TSZ-ek szétverésén, majd később jöttek az zöldbározások meg egyéb. Nem tudta senki megteremteni azt az összhangot, azt a harmóniát, hogy a kicsik fejlődni tudjanak, mert mégiscsak ez egy fontos szempont, a nagyok pedig működőképesek maradjanak. Zsebszerződések. Ugye az előző időszakban sokszor volt arról szó, hogy ezeket meg kell szüntetni. Tehát főleg a nagy földeket birtokló cégeknél találhattunk ilyesmit, és talán ez is gátja lehetett a családi vállalkozások megindulásának. Ez hogyan lehetett? Hát a zsebszerződések azok még mindig azt akarták megelőzni, amiről beszélünk, hogy 2014-es földmoratórium után hozzá lehessen jutni a magyar föld tulajdonjoghoz, és akár a hosszú távú bérleti joghoz úgyszintén. Ezért születtek a zsebszerződések. Tudjuk, hogy ezeket a zsebszerződéseket, amit mellesleg ugye kiváló jogászok készítettek a megbízójuk elvárása alapján, hogyha ezeket a zsebszerződéseket nem tudtuk volna fölülvizsgálni, nem születtek volna meg azok a döntések, amelyek megszülettek, akkor hiába a földtörvény. Akkor ki van játszva a földtörvény, és ugyanúgy külföldi tulajdonba kerülhet a magyar föld. A külföldi tulajdon szerzéssel kapcsolatban szeretném kiemelni, akár a parlamentben, akár útfélen, sokat elhangzik elsősorban a nagyüzemek vagy a baloldalhoz köthető érvek alapján, hogy miért nyúlt ebbe bele a kormány. Én elsősorban ezeknél a cégeknél dolgozó személyeket szeretném megnyugtatni, hogy higgyék el, ez a földtörvény mindenkinek a biztonságát jelenti. Amikor a földnek, hogy is mondjam, nem értéke van, hanem ára, az veszi meg, aki többet fizet, akkor előbb-utóbb mindenki helyett lesz, aki tud többet fizetni. És ahol most biztonságban érzi magát mondjuk egy nagy üzem, tőle is lesz egy gazdagabb külföldi tőkés, aki el fogja lehetetleníteni és meg fogja venni. Erről szól, legelsősorban erről szól a földtörvény. Védje a magyar földeket, a magyar beszállítókat, a magyar termelőket. A jövőben az sem mindegy, hogy ki kaphat egyáltalán földet. Ezt, hogyha jól vettem ki a törvény üzenetéből és egyáltalán a paragrafusokból, a helyi szervezetek fogják meghatározni, hogy ki az, aki egyáltalán földhöz juthat. Igen, egy nagyon fontos szegmense a földtörvénynek, hogy nagyon sok pillérnek kell megfelelni, helyben lakónak kell lenni, megfelelő végzettséggel kell rendelkezni, és többek között a helyi földkiadó bizottság fogja javaslatot tenni, arra, hogy a személyhez valóban termelni akar, valóban köztünk él, vagy csak spekuláns és a föld haszonbérletet akarja kijátszani, vagy a föld tulajdonjogot akarja kijátszani, de hangsúlyozni szeretném a
ennek a Földkiadó Bizottságnak javaslattételi joga van, mielőtt valaki azt hinné, hogy egy településen belül majd a haragosok bosszút fognak állni egymáson. Gondolom én, hogy a családi gazdaságok növekedésével, vagy nagyobb esélyével talán az élelmiszer feldolgozás, vagy a kisebb üzemek is jobban megjelenhetnek. Igen, ez egy nagyon fontos szempont. Azért sok minden volt, ami a rendszerváltás előtt is jó volt, és utána is jó irányba indult el, legfeljebb nem ért célba. Ha megnézzük annak idején a TSZ-eket, átlagban ilyen 5000 hektár körül gazdálkodtak, és ezen az 5000 hektáron 7-800 embernek adtak munkát. Most vannak olyan gazdasági egységek, amik kinőtték magukat 10 000 körüli hektár művelésére, és 3-400 embernek adnak munkát. És ezentúl megszűnt Magyarországon a élelmiszer előállítás. Akár a kertészet területén, akár a jószágtartás területén, vagy a tejtermék, vagy egyéb zöldséggyümölcs, vagy bármi területén. Mert ezek az üzemek is elsősorban a spekulációra és a kereskedelemre álltak rá, a tömegtermelésre. Ez nem teremtett munkahelyet, és nem teremtett belső fogyasztást. A továbbiak tekintetében a kis üzemekben óriási lehetőség van a további munkahelyteremtésre és a belső fogyasztás fellendítésére. Csak még egy példát, ha szabad ezzel kapcsolatban elmondani. Azért mennyire illogikus volt az a megközelítés, hogy állami támogatásból vettek ezek a nagyüzemek olyan korszerű gépeket, ami 3-4 ember helyett végezte el a munkát, és az a 3-4 ember az szintén állami támogatási, mondjuk segély sorba állt. Tehát ez egy olyan negatív tendenciát indított el, aminek köszönhetően az ország és a mezőgazdaság ott tart, ahol tart. Milyen a fogadtatása? Úgy gondolom. Ha egyik oldalon az a baj, hogy a kicsiket védjük, a másik oldalon az a baj, hogy a nagyokat védjük, akkor pont ez az éles kritika jelzi azt, hogy jó döntés született. Merjünk nagyobbak lenni igazán. Igen, és ami a legfontosabb, még egy gondolat a földtörvénnyel kapcsolatban, egészen biztos, még ha minden európai uniós normatívának meg is felel a földtörvény, mert meg kell, hogy feleljen, attól még magyar föld külföldi tulajdonba egy négyzetméter se fog kerülni. Németországban bevált nagyjából ez a modell, ott látjuk, hogy hasonlóképpen működik. Mit várnak ettől a következő egy-két évben, vagy két-három évben, vagy akár még tovább? Tehát milyen tendenciát várnak el növekedés szinten? 200 000 hektár állami föld fog magánkézbe kerülni bérleti szempontból. Ennek óriási jelentősége van. Pontosan ennek lesz köszönhető az, hogy Magyarországon nő a foglalkoztatás a mezőgazdaságban, és folyamatosan nőni fog a belső fogyasztás. Hiszen az áruházláncokkal hiába tárgyal a kormány, hogy magyar terméket, magyar baromfit, sertés, tejet, zöldséget, gyümölcsöt forgalmazzanak, ha nincs beszállítás. A őstermelők pedig azt mondják, hogy nincs hol termelni. Megkapják a kicsik a lehetőséget ahhoz, hogy nagyok legyenek. Eddig ez a több 100 000 hektár földnek a bérleti joga, ez egy asztalnál eldőlt. Egy-két nagyüzem 1000 hektáros tételben kapta meg pár ezer forintos bérleti díjért. Most elfogadták a törvényt, amikor lép hatályba? A földtörvény 3 lépcsősen fog határba lépni, a legvégső az 2014. május. Addig folyamatosan lesznek részletei, amik hatályba lépnek. A másik nagy témánk az az új BTK. Ugye a Fidesz korábban már sokszor beszélt arról, hogy szeretne ezen radikálisan változtatni. Láttuk is az elmúlt években, hogy csak egyet említek, a 3 csapás törvényt, akkor már itt is látszott a szándék. Hogy állunk ezzel? Hát amikor egy-egy lakossági fórumot tartunk, akkor szívesen venni az ember, hogyha elsőként mondjuk a családról, vagy egészségügyről szólna a lakossági fórum, de mindig a közbiztonsággal kezdődik. A lakosság folyamatosan elégedetlen volt, és elégedetlen a közbiztonsággal. Úgy gondolom, hogy a BTK-nak a jelenlegi módosítása az nagyon jelentős változásokat fog jelenteni. Ugye beszéltünk már a 3 csapás törvényről. Valaki, ha folyamatosan visszaesőként elköveti ugyanazt a büntettet, élete végéig börtönbe fog kerülni.
azért egész biztos, hogy ennek van egy preventív jelentősége. Az, hogy kiskorúak is büntethetőek, sajnos a megyénkben kifejezetten jellemző, hogy kiskorúak nagyon súlyos visszaeső bűnözéseket követnek el, iskolákba, óvodákba számítógépeket lopnak, Jászapáti strandon autókat törtek fel rendszeresen. Van, aki ezt tette azért, mert jó hecnek számít, mert a szomszéd gyerek is csinált már ilyeneket. És nagyon sajnos jelentős volt az olyan bűneseteknek a száma, amikor a szülők rábeszélték a gyereket, mert nem büntethető. Innentől kezdve a kiskorú is büntethető lesz. Valamint az is egy jelentős szempont, hogy a kiskorúak szülői felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak az utcán. De a közbiztonsággal kapcsolatban, amit az emberek, a lakosság már régóta várt, az önvédelmi törvénynek a szigorítása. Eddig ebben az esetben a törvény mindig úgy rendelkezett, hogy a támadót védte az áldozat, pedig minden tekintetben áldozat maradt. Ez most megváltozott. Ugye eddig a fegyvernek látszó tárgy, vagy maga a fegyvert minősíteni kellett az áldozatnak is, és csak vele azonos kategóriájú eszközzel védekezhetett. Ma, ha valaki úgy megy be valakinek a lakásába, a tanyájába, hogy az élet kioltására alkalmas eszköz van nála, karó, bot, lapát, villa, fegyver, akkor bármilyen eszközzel a tulajdonos megvédheti maga és a családjának az életét, azon az áron is, hogyha támadójának az életét kioltja. Ez nagyon nagy különbség az előzőekhez képest. Természetesen ugye a BTK szigorúan szabályozza ezt a kérdést. Nem igaz az olyan hírek, hogyha valaki kinéz az ablakon és látja, hogy lopják a dinnyét, akkor fogja és lelövi. Ugye ilyen szélsőséges példákkal nem keverhető. De nagyon fontos szempont, hogy ezután nem a támadó pártján van a BTK, hanem a tulajdonos pártján. Egyébként a járságot tekintve milyen tendenciát mutat mostanában a közbiztonság? Ugye azt hallottuk, és valóban így van, hogy ugye a szubjektív közbiztonság érzet az általában itt a járságban elmondható, hogy nem mindig jó. Legalábbis településenként nyilván lehet változó, de mi ennek az oka, vagy hogyan lehet ezen javítani? Azért volt itt egy pár olyan megmozdulás, amikor megérkeztek ide készenléti rendőrök, és akkor hónapokon keresztül vigyázták a járságrendjét. Csak ilyen eszközökkel lehet? Tehát nagyobb demonstrációval lehet, és ilyen erős törvényi eszközökkel visszaszorítani? Vagy van ennek más módja is? Meggyőződésem szerint a kettő együtt. Tehát a törvény szigora az nagyon fontos, ugye a BTK arról abban is vonatkozik, hogy az előzetesnek meddig kell tartani. Sajnos, amikor azt látják, hogy valaki elkövetett egy súlyos bűncselekményt, majd pár nap múlva az kiszabadult és az utcán van, még hogyha egy-két év múlva újra le fogják csukni, a bűnelkövetők azt látják, hogy íme megúszta. Akkor én is megpróbálhatom. Ezért a büntető törvénykönyv ide vonatkozó részének egész biztos, hogy szigorodni kell. De a szubjektív közbiztonság érzetnek az alapja a látható rendőr. Amikor a készenléti egység itt volt, minden ismeretség, barát és egyéb kapcsolat nélkül utcáról utcára, szórakozó helyekről szórakozó helyekre jártak, és ellenőriztek mindenkit, engem is. A városban sokkal nagyobb volt a biztonságérzet. Az emberek nyugodtan és vidáman sétáltak. Sajnos, amikor nincs látható rendőr, akkor az emberek biztonságérzete csökken. Egy másik téma. Az elmúlt héten ugye az Jászfélek találkozó összefoglalója miatt elmaradt az önkormányzati aktuális ügyekről szóló beszámolónk, de gyakorlatilag két héttel ezelőtt volt egy soros ülés, melyek voltak a legfontosabb témái ennek a soros képviselőtestületi ülésnek. Azt hiszem, hogy egy fontos szempont, amikor az óvodában arról beszélhetünk, hogy nem csökken a gyerek létszám, hanem a vezető óvónő azt kéri, hogy emeljünk a létszámon 10%-kal, akkor ez a város szempontjából is egy fontos szempont. Fontos dolognak tartom, hogy megalakult a Jászapáti, a mi városunk alapítvány. A
ami az alapítók, a kuratórium tagok eltökélt szándéka szerint a város egységén, a város építésén, a város szépítésén fognak dolgozni, ahogy erről már a Trió TV is tájékoztatott, egy szép, fantasztikus rendezésben lesz részünk a Mágo koncert keretén belül, ami a rovatalozó felújítását fogja célozni. A Jászapáti Városunk Alapítvány kérte a címer használatát, valamint az áruház helyén a megüresedett vételekre, hogy a különböző város érdekében elhelyezendő reklámokat kitehessék. Néhány apróbb előterjesztés még volt a testületülésen, de azt hiszem, hogy ami a legfontosabb, az utolsó soros testületülés a nyári szünet előtt, amikor kitüntetések adományozására került sor. Jászapáti az elmúlt években kiegészítette ezt a kört. Nagyon fontos számunkra, hogy az a pedagógiát díjtól kezdve a közszolgálati egészségügyi vállalkozó, polgárő, tűzoltó és a Jászapáti városért dolgozók ki legyenek tüntetve. Gyakorlatilag ma már minden szegmens érintett ebben. Fontos ezeknek a személyeknek az elismerése. Ezt mindig az év egyik legszebb ünnepén, augusztus 20-án kerül kihirdetésre és átadásra. De a képviselőtestület döntött, zárt ülésen döntött, az érintettek meg fogják kapni az értesítést, és ha lehet, akkor ezt szeretném részletezni. A pedagógiai díjat Urbán István igazgató úr kapta, aki ma már elmondható, hogy a nyugdíjas éveit áldozta fel, sőt az egészségét is feláldozta ahhoz, hogy egy új iskolát építsen, az egyháziskolát építette fel, és nem megörökölt valamit, és azt tovább vitte, hanem egy teljesen új iskolát épített fel, méltó a pedagógiai díjra. A közszolgálati díjat egyöntetű szavazással Andrássy Jánosné köztisztviselő kapta, aki egész életét végig dolgozta az önkormányzatban, nem csak dolgozott, hanem szeretettel fogadta a lakosságot, a munkatársakat útszintén. Az egészségügyi díjat ki más is kaphatta volna, mint dr. Pál István, aki hosszú-hosszú évtizedek óta fiatal orvosként került Jászapátira, minden körülmények között kitartott és gyógyította a jászapáti embereket. Az év vállalkozói díját Szabó István kapta, ő egy cukrászmesterember, akire azt szokták mondani a Jászapátiba látogatók, hogy 30-40 kilométert is kerülnek azért, hogy az ő fagylaltát fogyasszák, fontos számunkra az ő elismerése. Az év polgárőr díját Virág Balázs kapta, aki hosszú évtizedek óta dolgozik egy jobb közbiztonságért, a Polgárőr Egyesület egy hungó szavazattal őt javasolta. Az év tűzoltó díjára Budai Lajosra érkezett javaslat, önzetlenül nagyon sokat dolgozik azért, hogy megelőzzük, többek között azért is, hogy megelőzzük a problémánkat. És a Jászapáti városért kitüntető díjat Rusvai Laci bácsi kapta, ő a Jásztejnek volt a főkönyvelője, a gimnáziumban tanár volt, és ahhoz, hogy a Jásztej Jászapátin vagy a térségben olyan nagy múlttal rendelkezzen, és most olyan jó pályára kerüljön, amilyen pályára került, ahhoz az ő munkássága fontos volt. De ami ettől kiemelkedőbb a mi szempontunk, vagy a döntés szempontjából, végig dolgozta Rusvai Laci bácsi úgy az életét, vezető emberként, ami tudjuk, hogy nem egyszerű, hogy őre soha senki nem haragudott. Ő megtalálta azt a hangot, azt a stílust, hogy a munkát a legkiválóbban végig tudta hajtani, úgy, hogy a legjobb barátként emlékeznek rá a városban. És úgy gondolom, hogy ezek fontos dolgok. Lehet, hogy egy kicsi olyan üzenete is van ennek a jelenlegi előterjesztésnek, hogy nem magas pozícióban lévő emberek kapták meg. Én úgy gondolom, hogyha van ilyen üzenete, akkor az nagyon helyes. Valóban azt szeretnénk üzenni, hogy nem pártagok, pártitkárok, meg pártelnökök, meg polgármesterek, meg nem is tudom, kiknek kellene ezeket a díjatokat megkapni. Hiszen azok az emberek, akik ott állnak a cukrászgép mögött, akik végig dolgozták az életüket, akik nulláról felépítettek valamit, nem utolsó sorban, akik a beteg embereket meggyógyították, azok nagyon sokat tettek a városért, és pont olyan fontosak, pont olyan értékesek, mint aki mögött ezen ember dolgozik. Egy kicsit könnyedebb témával zárjuk a mai beszélgetésünket, hiszen hát az elmúlt egy-két hét miről másról is szólhatott volna, mint a jászok összetartozásáról, identitásáról és szórakozásáról a 19. Jászvilág találkozón.
Jászberény kezdte meg az új kört, és adta át a stafétát, a jubileumi 20. Jászvilág találkozó rendezési jogát Jász Apátira. Polgármester képviselő, hogy érezte magát a Jászvilág találkozón, hiszen végigkísérte gyakorlatilag a 3 napot? Fantasztikusan éreztem magam, kiváló programok voltak. Ahogy ezt a polgármester úr be is harangozta, színvonalában nem lesz különbség a 3 nap programja között, valóban nem volt különbség. Én ugye nem tartozom a szervezőkhöz, csak szerint nézőként voltam jelen, de ehelyről is kérem, engedjék meg, hogy Tóth Józsefnek megköszönjem azt a fantasztikus szervezést, amit mondhatni, hogy egy egész éven át beletett ebbe a munkába. Fantasztikus, zseniális volt. Hát, hogy éreztem magam, azért volt bennem nem kevés feszültség, főleg amikor úgy 10 percenként kérdezték meg tőlem a velem találkozó személyek, hogy na ezt hogy fogja Jász Apáti jövőre íberelni. És úgy gondolom, meggyőződésem, hogy a Jászvilág találkozókat nem kell íberelni. A Jászvilág találkozókban az a legcsodálatosabb visszatekintve az elmúlt 19 Jászvilág találkozóra, hogy minden egyes település a szívét, a lelkét tette hozzá a költségvetésen túl. Jászberény is költségvetésén túl, ami a természetesen egész más költségvetéssel gazdálkodik, mint egy kis település, de ezzel együtt nem a pénzt kellett látni és érezni a Jászvilág találkozón, hanem azt az emberi értéket, amivel hozzátettek ahhoz, hogy fantasztikus legyen. Ugyanezt tette hozzá mindig minden szervező, ezt fogja Jász Apát is. Még egy fontos gondolat, kiemelte beszédeiben, hogy szeretnének egy korszakalkotó Jászvilág találkozót csinálni, ami nem feltétlenül a programokban, hanem egy eszmeiségben jelenik meg. Mi ez az eszmeiség? Hát a kerek számok azok a családban is köteleznek valami fogadalmakra, valami újra. Én egyeztetve Szabó Tamással és remélve, hogy senkire nézve nem degradáló a szándékunk, azt kezdeményeztük, hogy a 20. Jászvilág találkozó az nyisson egy új korszakot. Valamikor a jászságban egy egységes jászságról beszéltünk, és volt egy hosszú időszak, amikor a politika törte meg alsó és felső jászságra. És egészen biztosak vagyunk abban mindannyian, hogy az alsó és felső negatív megkülönböztetéstől függetlenül minden ember, minden önkormányzat egyformán értékes és egyformán fontos. És azt szeretnénk, ha továbbiakban, akár a kommunikációban, akár a történelemben végleg lezárnánk azt a fejezetet, hogy alsó és felső, csak jászságról beszéljünk. Igyekszünk ehhez mi is hozzájárulni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen.